Az idei évben is megrendezésre kerül a Telekomosok Fesztiválja. Országszerte 7 helyszínen családi sportnak keretében találkozhatnak a sportbarát családok, töpörtjük, nagyocskák, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák. Székesfehérváron verőfényes napsütésben egy ikonikus helyszín, a Phoenix Park adott otthont a sokak által várt eseménynek. Örülünk neki, hogy ennyien eljöttek, ugye ezt láttuk már előtte a Telekom alkalmazásban, hogy azért sok helyet töltöttek le. Ez egy kicsit ilyen rendhagyó, még Telekomosok Fesztiválja szempontjából is ez az esemény, mert mint fesztivál ugye azért eddig inkább a zenei jellegű programok domináltak, de most azért akárhogy is nézzük, sporthónap van, és itt Székesfehérváron pedig ez a sportos program úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker, úgyhogy igen, örülünk, megerősítés. A nap fénypontját minden esetre az első Tuning Kupa díjátadója jelentette, mert ki más, mint a sportnap vendége, a jelen magyar labdarúgásának csillaga, válogatottunk csapatkapitánya, a Liverpool kiváló középpályása adta át az elismeréseket, aki otthonról hazajött, hiszen ő maga is a Phoenix Parkban kezdte fantasztikus pályafutását. Azt gondoljuk, hogy ez Dominiknek is jó, és a gyerekeknek is jó, hogyha találkozhatnak vele. Ki tudja, hogy hány gyereket inspirált itt, hány jövőbeli focistát Dominiknek a jelenléte, meg az, hogy tőle kapta meg az érmet arra, hogy még jobban, még komolyabban kezdjen el focizni, és ki tudja, akár a 12 év múlva következő Európa-bajnokságon, vagy akár valamelyik világbajnokságon innen fog kikerülni valamelyik gyerek, aki az akkori magyar csapatot vezeti majd valami szép eredményre. A díjátadón Szoboszlai Dominik elmondta, sokat köszönhet édesapjának, aki gyermekkorától meghatározta fejlődését, amihez a tehetség mellett kellett az alázat, a kitartás, a szorgalom is, ami a ma fiataljai számára is alapvetés kell, hogy legyen. A családokat a park teljes területén izgalmas sportprogramok várták, mindenki kipróbálhatta tehetségét a legkülönbözőbb játékokban. Volt csocsó, darts, foci, tekbál, megküzdhettek a sebességmérővel és a pontrugó kapuval is.